kerékpárral erdőben közlekedni egyre több lehetőségünk van, azonban fontos tudnunk, hogy itt is vonatkoznak ránk közlekedési szabályok. Ezek igazodási pontot nyújtanak ahhoz, hogy szabadidős tevékenységeink során a lehető legkisebb behatást tegyük a természetre. Az Európai Unió közös természetvédelmi irányelveinek köszönhetően Ausztriában és Magyarországon az alapvető szabályok azonosak. Négyfajta kerékpáros turista útvonal létezik, a kék jelzés, a piros kerékpáros jelzés, a sárga kerékpáros jelzés és a zöld kerékpáros jelzés. Amiket ezek takarnak, a kék az országos kerékpáros túra, az ugyanúgy, mint a kék gyalogtúra, egy országos kört ír le. A piros kerékpáros túra jelzés, ott egy általában egy nehezebb fokozata van az egésznek. A sárga azok általában helyi, helyközi turistól rövidebb útvonalak, illetve a zöld azok a ténylegesen rövidebb összekötő szakaszokat takarnak. Nagyon oda kell figyelnünk ugyanúgy a közlekedési morálra, a szabályokra, mert ugyanaz vonatkozik az erdőben, mint Bakrecben az utakon. A kijelölt útvonalakat használjuk, 30 km/h maximális sebességünk, illetve ami nagyon fontos, hogy csoportosan kerékpározunk, ott nagyjából tartsunk be egy megfelelő féktávolságot egymástól. Az őszi hónapokban sötétedés idején ne kerékpározzunk erdős területen, mert ott ebben az időszakban alkonyatkor jó eséllyel vadászat folyik. Ilyenkor a vadászatra jogosult átmenetileg korlátozhatja az erdő egyes részeinek a látogatását. Minden figyelmeztetést vegyünk komolyan!